A piktogramok emlékeztetik a gyalogosokat a biztonságos átkelés feltételeiről, mondta Pintér Szilárd polgármester. Elérkezett szeptember 1-e és ugye 2-án kezdetét vette a tanév. Ilyenkor mindig tanév elején a gyalogos átkelőhelyeknél a rendőrség, közvetlenül és a polgárőrök biztosítják, hogy a még ugyan vidám fiatalok biztonságban érkezzenek meg az oktatási intézményekbe. A rendőrségi kezdeményezésre eltérően azért egy picit mással is készültünk, minden gyalogos átkelő hely elé piktogramok kerültek felfestésre, amelyek felhívták a gyalogosok figyelmét arra, hogy ne telefonáljanak és feljelgatóval ne próbáljanak meg átkelni a gyalogos átkelő, hiszen a külső zajoktól teljesen elzárják magukat, telefonnyomkodásával elvonják a figyelmüket, és hogy minden kevesebb baleset veszélyes helyzetet teremtsünk itt, főleg az év elején, azt gondolom, ez egy nagyon fontos lépés, és minden gyalogost arra biztatok, és ilyen a gyalogosoknak alapvetően nagyon fontos, nézzenek a lábuk elé. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság is figyelmezteti a járókelőket, hogy körültekintően, szabályszerűen keljenek át a zebrákon. Tolna vármegyei baleset megelőzési bizottság a helyi önkormányzatokkal karöltve abban állapodott meg, hogy a vármegyében lévő városoknak a zebráira különböző figyelemfelhívó piktogramokat fest fel azzal a céllal, hogy a gyalogosok figyelmét felhívja arra, hogy hogyan lehet biztonságosan átkelni a zebrákon. Ez történt meg a napokban Dombóváron is ezeknek a piktogramoknak a felfestése, mégpedig azzal a céllal, hogy a gyalogosok ne fülhallgatóval, zajszűrős fülhallgatóval keljenek át a gyalogos átkelőhelyen, illetve ne nyomkodják a telefonjaikat, amikor a zebrákon áthaladnak. Hiszen ez nagyon balesetveszélyes, mert abban az esetben, hogyha nem halljuk, nem látjuk és nem észleljük a körülöttünk lévő külvilágot, akkor az balesetekhez és sajnos tragédiákhoz is vezethet. Ez mutatja azt, hogy az elmúlt évben sajnos 8 gyermek veszítette életét közúti balesetekben, és volt közöttük olyan is, akit zebrán ütöttek el az ország útjain. Ezért nagyon fontos, hogy a zajszűrős fülhallgatót a zebrán való, illetve az úttesten való átkelés során ne használjuk, mert ezáltal a körülöttünk lévő zajokat kiszűrjük, nem halljuk azt, hogyha megkülönböztető jelzéssel érkezik egy mentő, tűzoltó vagy akár egy rendőrautó, és abban az esetben, hogyha féktávolságon lépünk le egy jármű elé, akkor hiába a zebrán nekünk van elsőbségünk, nem feltétlenül mi leszünk azok, akik vétlenül fogunk ebben részt venni. A közlekedés legvédtelenebb résztvevője a zebrán átkelő gyalogosok, illetve a gyalogosok, hiszen őket semmilyen módon nem védi, semmilyen kaszni, mint az autósokat. Ezért, hogyha egy kisebb ütközés is történik, akkor az legalább egy könnyű sérülést okoz, amelynek a vége egyébként tragédia is lehet. Tolna vármegye útjain nagyon kevés olyan gyalogos átkelő hely van, ahol a zebrák környékén lámpák is vannak, ezért fontos az nagyon, hogy körültekintőek legyünk, és abban az esetben, amikor a lámpa zöld jelzést jelez a gyalogosnak, akkor se lépjünk le anélkül, hogy körülnézzünk. Mindig vegyük fel a szemkontaktust a járművezetőkkel, hiszen hogyha ezt megtesszük, akkor az autós is jobban fogja érzékelni azt, hogy mi mindenképpen le szeretnénk lépni a zebráról, és nem csak beszélgetni álltunk meg az útteszt célén. Úgyhogy a legfontosabb tanácsunk az, hogy vegyük fel a szemkontaktust a gyalogos átkelőhely előtt, illetve az átkelés előtt a járművezetőkkel, legyenek azok kerékpárosok, motorosok, vagy akár autóvezetők. A biciklisek áthaladásával kapcsolatban szintén szeretném felhívni a figyelmet, hogy a kerékpárosnak csak kizárólag akkor van elsőbség a zebrán, hogyha leszáll a kerékpárjáról, és gyalogosként tolja át azt az úttesten, abban az esetben, hogyha nem ezt teszi, akkor szabálysértést követel a kerékpáros, és akár bírságot is kaphat a rendőröktől. A dombováriak bíznak abban, hogy a felfestések a jövőben beváltják a hozzájuk fűzött reményeket, és biztonságosabb környezetet teremtenek.